A Magyar Orvosi Kamara becslése szerint a járvány Magyarországon már a gyors kibontakozás szakaszában van. Az epidemiológiai statisztikai modellek alapján 2 hét múlva akár 50-60 ezer fertőzött is lehet. Ezért az Orvoskamara a többi között javasolja a lakhely elhagyási korlátozást és a nem élelmiszertáruló üzletek bezárását. Kovács Zoltán az operatív törzs sajtótájékoztatóján azt mondta erre, hogy az Orvoskamara felvetéseit politikai akciónak tartja. Egyúttal azt kérte, hogy a kamara elnöke ne a sajton keresztül üzengessen nekik. Viszont nem cáfolta érdemben, hogy a kijárás korlátozása és a boltok bezárása bevezethető lenne a következő időszakban. Hamarosan gyakorlati tanácsok következnek, de először nézzünk szét a világban, hol milyen intézkedéseket vezettek be. Ez pedig a visszaszámlálás. Hány nap maradt nekünk még koronavírussal? Mivel az a legerősebb fegyver, hogy csökkentsük a mozgást kint. Ránézel a gyerekedre, és tudod, hogy azt kell kimutatnod, hogy minden rendben van, és az egész csak egy küldetés. Ott a környék, az 25 millió ember. Ha ott berobban a járvány, akkor gyakorlatilag nekünk annyit. Karantén. Jelentése vesztegzár. A tágabb jelentését pedig hamarosan megismerjük mi, magyarok is valamilyen szinten. A leghatékonyabb gyógyszer a koronavírus ellen most ugyanis egyértelműen a bezárkózás. Bevallom őszintén, bár nagyon szeretek otthon lenni, de írtózom a bezártságtól. Pedig úgy tűnik, hogy közeleg az az idő, amikor egyre többünknek kell majd vagy otthon, vagy kórházban karanténba vonulnunk, hogy így akadályozzuk meg a vírus terjedését. Most olyan külföldön élő honfitársainktól kértem tippeket, akik már most hasonló helyzetben élik a mindennapjaikat. Utazunk először a vírus kirobbanásához legközelebb eső országba, ahol eddig 8000 esetet regisztráltak, bár ez a szám folyamatosan nő. A Dél-Koreában élő Eugénia azt mondja, ő biztonságban érzi magát, mert a koreai hatóságok elképesztő hangsúlyt fektetnek a megelőzésre, és főleg a tesztelésre, amit már egy gyors éttermi rendeléshez hasonlóan az autóból is el lehet intézni, ezzel jócskán csökkentve a továbbfertőzést. Védőruhába öltözött személyzet leveszi a nyálmintát tőle, és 3 órán belül kiértékelik, személyigazolvány kell hozzá, semmi más ingyenes, és 3 óra elteltével SMS-ben megküldik az eredményt. Mindezzel együtt Dél-Korea a világon jelenleg a 4. legfertőzöttebb ország, Kína, Olaszország és Irán után. És ha a járvány kiszabadul az eddig elszigeteltebb városokból, a főváros Szöul környékére, annak beláthatatlan következményei lesznek Eugénia szerint. Ott a környék, az 25 millió ember. Ha ott berobban a járvány, akkor gyakorlatilag nekünk annyi. Tehát Korea megállt. Az 50 milliós Koreából minden második ember abban a régióban lakik. A Dél-Koreában élő nő megmutatta, hogy a máskor sokáig kint maradó, iszogató, moziba vagy szórakozni járó koreaiak közül most szinte mindenkinél ég a lámpa otthon, és a parkolók is tömve vannak. Vagyis senki nem megy sehová, pedig ez nem is a legfertőzöttebb környék. Ugorjunk Európa legfertőzöttebb országába, Olaszországba. Muhari Andrea pár hete már nyilatkozott a Heti Naplónak, de azóta fenekestül felfordult az életük. Velence mellől el kellett költözniük a szicíliai Palermóba, és a család is ketté szakadt. Ez talán a legnehezebb időszak számukra az egész karanténban. Egyre feszült ebbe a helyzet, ez az igazság. Megmondom őszintén, hogy van nagyon-nagyon sok mély pont, a családunkban is. Mert nehéz. Annyi, hogy ránézel a gyerekedre, és tudod, hogy azt kell kimutatnod, hogy minden rendben van, és ez az egész csak egy küldetés. Ugye itt van egy olyan videó, amit a gyerekeknek mindenki megmutat. Koronavírus! Én most a sátor! Ez az a videó. A koronavírus egy szörnyeteg, viszont nagyon kicsi, mondja a kisfiú a társadalmi célú reklám főszereplője. Aztán elmagyarázza, hogyan tudnak a gyerekek is részt venni a küldetésben, és legyőzni a szörnyeteget például kézbehabcizással vagy gyakori kézmosással.
A felnőtteknek ennél komolyabb beligazításra van természetesen szükségük. Olaszországban már akkora a szigor, hogy Andrea szerint vásárolni is csak engedéllyel lehet menni. Most már reggeltől már annak is kell egy igazolás, aki a családból egy fő megy bevásárolni. Tehát azt is be kell jelenteni, hogy én ebből a pontból vagyok bevásárolni. Ez nem így van, akkor 3 hónap börtönbüntetéssel és 200 euró körüli büntetés. Az olasz fertőzés epicentrumában, Milánóban él Sherin Gábor, volt politikus, most egyetemi oktatóként. Kérésemre körbejárta a város utcáit. Milánó normális esetben a divatvilág egyik legfontosabb központja, és az olasz gazdaság motorja. Hát, most nem tűnik annak. Ez az utcai bár normális körülmények között itt alig, hanem telve lenne. Mivel arról már tudunk, hogy milyenek a mindennapok a teljesen lezárt Olaszországban, a Milánóban élő magyart inkább arról kérdeztem, hogyan biztosítja a folytonosságot az olasz kormány. Vannak különböző intézkedések, amiket az olasz kormány tervez. Egyrészt a adók befizetésének az elhalasztását, társadalombiztosítási járulék befizetésének az elhalasztását, illetve a rezsik fizetésének az elhalasztását is tervezik, illetve a jelzáló hitelek fizetésének a halasztását. Ő arra is felhívja a figyelmet, hogy a karantén talán a leghatásosabb fegyver a vírussal szemben, és a fenyegetettséghez mérten nem olyan nagy áldozat. Én azt fontosnak tartom hangsúlyozni, hogy mivel az a legerősebb fegyver, hogy csökkentsük a mozgást kint, ezért ne tekintsünk úgy erre a lezárásra, mintha a világ vége lenne, és valamiféle zombi támadást tört volna ki. Épp ellenkezőleg azok, akik szerencsésen el tudják kerülni a betegséget, ez egy elviselhető helyzet. Nem azt mondom, hogy egy kényelmes állapot, de elviselhető. Izrael tette talán a legszigorúbb intézkedéseket a vírus terjedése után, mégis itt is napról napra nő a fertőzöttek száma. Balogh Dóráék például Askelon mellett Kármiában laknak, ahol a teljes utca karanténba került. Videón mutatja meg, mit is jelent ez a gyakorlatban. Itt a hűtőszekrény. Nem spájzoltunk be igazából semmi különösből. Általában ez a helyzet a hűtőben. Itt vannak a konzervek, tészták. Ez itt a hátsó terasz. Itt szoktak sokat a gyerekek játszani a konyhájukban. Szia, Romi! A mi utcánk, az egész utca, ami innentől az útig tart, karantén, mert a szomszédokkal együtt voltunk Berlinben, és ők is karanténben vannak. És itt jön az a kép, amitől feláll a szőr a hátamon. Mégis tökéletesen egyszerűen leírja, hogyan élik meg a gyerekek az utóbbi évszázad legsúlyosabb járványkrízisét. Ez pedig a visszaszámlálás. Hány nap maradt nekünk még koronavírussal? Egy aprócska gyerekrajzon minden, amitől most a világ tart. Dóra szerint ők szerencsések, mert van kert és rengeteg játékot adtak be a karanténon kívüli szomszédok is. Ráadásul Izraelben most már egész meleg van, de a bezártságot így sem könnyű megszokni. Azért már kialakítottak egy napi rutint, mert a gyerekeket muszáj mozgatni. Hát mi reggel 6-kor kelünk kb., mert ugye a gyerekek ébresztenek, és reggeli készítés, játszás, kimegyünk a kertbe, az erkélyre, játszunk ott is, aztán mindenféle játékot kitalálunk, amit még nem csináltunk, ugrálunk, itt a kertben biciklizünk, ide-oda futunk, egyik végéről a másikba. Bár ők nem pánikolnak, azt mondta azért az országban ez sem példa nélküli. Az igazság, hogy amit én hallok rádión keresztül és tévében, elég nagy a pánik. Van tömeges bevásárlás, mesélték nekünk, hogy rengetegen vannak a boltokban, a szupermarketekben.
Összegzem tehát a kinti magyarok tapasztalatait. A karantén nem a világ vége, de érdemes felkészülni rá minden értelemben. A gyerekekkel lehetőség szerint otthoni foglalkozásokat kitalálni. Az utcára kevésbé, inkább városszéli kiránduló helyekre érdemes menni, ha erre van egyáltalán lehetőség. És a biztonság kedvéért fontos, hogy legyen otthon némi készlet alapvető élelmiszerekből, bár ezek beszerzése a karantén alatt sem lehetetlen. És a legfontosabb, a karantén a leghatékonyabb fegyver a vírus ellen. De mi a helyzet a másik karanténban, ha az embert erős fertőzés veszély gyanújával kórházi elszigeteltségre ítélik? Asbót Márton, a TASZ jogásza szerint a kórházi karantén korlátozhatja a mozgásunkat, és gyógykezelésre is kötelezhetnek, de ezen kívül az alapvető jogaink megmaradnak. Magyarul, hogyha valaki karanténba kerül akár egy kórházban, ez nem jelenti azt, hogy ne posztolhatna, ne nyilváníthatná ki a véleményét, nem mondhatná el, hogy szerint ez jó vagy rossz ötlet, készíthet szelfiket, tehát a kommunikációnak ezek a csatornái nyitva vannak. Talán a legfontosabb, amire minden szülő először gondol, hogy legalább 2 hétre elszakíthatják akár a gyerekeitől is. Asbót Márton szerint ez valóban nem lehetetlen, ahogy a látogatást is korlátozhatják. Elméletben az is elképzelhető, hogy egy családot sajnos szét kell szakítani. Ugyanakkor az nagyon valószínű, hogy ha egy családtagot karanténba helyeznek, akkor a család többi tagját is így kell majd elhelyezni, hiszen ők közeli kapcsolatban vannak egymással. Megszabhatják, limitálhatják azt, hogy ki hányszor, hogyan mehet be meglátogatni a szeretteit, de semmiképpen nem jelentheti az elektronikus, tehát az interneten keresztül, mobilon keresztül történő kapcsolattartásnak a korlátozását. Sajnos egyelőre úgy néz ki, hogy a legbiztosabb módja annak, hogy legyőzzük ezt a vírust, ha minél jobban elzárkózunk a külvilágtól. Sokunk számára ez az önként vállalt, vagy akár az elrendelt karantént is jelentheti majd. Erre fizikailag és lelkileg is fel kell készülnünk. Viszont minél komolyabban és szigorúbban betartjuk ezeket a biztonsági intézkedéseket, annál korábban vége lehet ennek a rémálomnak. Vigyázzanak magukra, vigyázzanak egymásra. A Heti Naplóban Bihari Ádám riportját látták. Különben nagyon fontos dologra hívta fel a Facebookon a figyelmet dr. Debreceni Katalin katasztrófa és honvéd tanorvos, honvéd orvostan szakorvos, a VMS orvos szakmai igazgatója. Azt írja, hogy nem elég a kézmosás, még az alapos kézmosás se, ha hazamegyünk, azonnal váltsunk ruhát. Próbáljuk meg azonnal kimosni a ruhánkat, vagy légmentesen nejlonzacskóba zárni a mosásig. Rengeteg gyakorlati tanácsa van, érdemes felkeresni a Vízimentők Magyarországi Szakszolgálatának honlapját, az egyik legösszeszedettebb tudnivaló csokor itt található, tehát a VMS honlapján én is az imént olvastam.